elkésett becsúszás, veszélyes játék, reklamálás. Ezek mind olyan tevékenységek, amik a legtöbb futballmeccsen megtalálhatók. Bizonyára már ti is láttatok olyan mérkőzést, ahol ezek jelen voltak. Általában a játékvezetők ezeket a szabálytalanságokat a súlyosságukhoz mérten sárga vagy piros lappal jutalmazzák. Na de miért pont ezeket a színeket használják a játékvezetők a labdarúgók fegyelmezésére? Egyáltalán miért pont lapokat használnak? A videónkban erre a kérdésre adjuk meg a választ. Az egész történet az 1962-es világbajnokságon kezdődött, a Chile-Olaszország mérkőzésen. Ezt a meccset azóta is a Santiago-i csata néven emlegetik. A mérkőzés mai játékvezetői felfogás mellett alig, hanem már az első fél időben félbe szakadt volna. Nagyjából minden megmozdulásnak piros lap lett volna a jutalma. A találkozó előtt az olasz újságírók azzal heccelték fel a hazaiakat, hogy írtak egy cikket a főváros lerobbant állapotáról és a chilei lányok elkölcstelenségéről. Az előzmény valószínűleg az volt, hogy a VB-n a chileiek nem engedték pályára lépni az olasz válogatott színeiben az eredetileg dél-amerikai, ám olasz útlevéllel rendelkező futballistákat. A meccs mindenről szólt, csak a fociról nem. Többször meg kellett szakítani, sőt csak a bevonuló rendőrség tudott rendet teremteni a pályán. A találkozó játékvezetője a brit Kenneth George Aston volt, aki bár mindent megtett, hogy az indulatokat kordában tartsa, nem sikerült neki. Nem egy futballmeccset vezettem, hanem egy katonai összecsapást. A brit játékvezető 1963-ban zárta le a bírói pályafutását, 3 évvel később pedig bekerült a FIFA játékvezetői bizottságába. Már bizottsági tagként a lelátón nézte az 1966-os VB botrányos Anglia-Argentin negyed döntőt, melyen Antonio Rattin, a dél-amerikaiak csapatkapitánya a kiállításig dumálta magát. Azt meg ugyan mindenki megírta, de senki sem volt biztos benne, hogy mindkét csárton fivér, Jack és Bobby is figyelmeztetés kapott Rudolf Clayton játékvezetőtől. Miután kitört a botrány, Aston meggyőzte Rattint a levonulásról, a többi argentint meg a mérkőzés folytatásáról. A meccsen kialakult helyzet egy rendkívül fontos indok volt arra, hogy bevezessenek egy olyan eszközt, amivel mindenki számára egyértelműen lehet jelezni a figyelmeztetéseket és a kiállításokat. Aston első számú feladatként tűzte ki célul, hogy választ találjon a következő kérdésekre. Mivel lehetne mindenki számára jól láthatóan figyelmeztetni a játékosokat a mérkőzések eldurvulásának megelőzése érdekében? Hogyan lehet a kiállításokat egyértelművé tenni? Ez akkor is óriási segítség lenne, ha a játékvezető és a futballisták nem beszélnek közös nyelvet. Mi az a nemzetközileg is könnyen érthető jelrendszer, ami segíthet ebben? Az újításra szükség volt, mert az akkori rendszer nem volt megfelelő. Akkoriban figyelmeztetésnél csak a játékvezetői füzetben jegyezték fel a szabálytalanságot. Kiállításnál viszont nem volt semmilyen jelzés. Ken Aston egy közlekedési lámpánál világosodott meg. Egy nap a Kensington High Street-en vezettem, és a közlekedési lámpa pirosra váltott. Sárga óvatosan, piros állj, kiállítalak. Hazaérve előadta a feleségének az ötletét, azon gondolkozva, hogy miként lehetne a futballpályákon is alkalmazni. A felesége rögtönözve kivágott egy piros és egy sárga lapot kartonpapírból, és a férje inkzsebébe tette. Az ötlet hatalmas sikert aratott, és a teszteléssel sem sokat foglalkoztak. A bevezetést az 1970-es világbajnokságra időzítették, próbaidőszak nélkül. A bevezetése a futballmérkőzésekre sikeresnek bizonyult, hiszen a mai napig használják a játékvezetők ezeket a lapokat az összecsapásokon. Aston 2001. október 23-án, 86 éves korában elhunyt. De frappáns találmányával biztosította, hogy a mai játékban a szabálytalanságokat egyértelműen azonosítsák és megbüntessék. Úgy, hogy ezt mindenki láthassa. Ennyi lett volna tehát a piros és a sárga lapok története röviden. Ha esetleg van bármilyen videó ötleted, írd le kommentben. Hajrá magyarok, hajrá félidő!